Egy igazán kellemes hangulatú előadás zajlott a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár szervezésében. A Kalocsai Kincses Láda vendége Farkas Sándorné volt, aki, mint köztudott, igen jó kézügyességgel rendelkezik, és így többek között neves tojáskarcoló, gravírozó, sőt még a csipkézésben is jártas. A munkásságáról szól az a könyv, ami most bemutatásra került. Fekete Józsefné, Seres Emília, egy debreceni hölgy kért fel, hogy szeretné, hogyha összefoglalnám egy könyvbe, hogy mennyi fajta kézi munka, hát fiatal koromban a keresztszemes, majd a csipkeverés, majd a tojásfestés, utána a tojáskarcolás, és végül az üveggravírozással foglalkozom, és ezt összegyűjtötte. Terike, mint ahogy megtudtuk, amikor csak szabad ideje engedte, mindig járt a keze is csodák születtek alatta. Az alapokat mestereitől tanulta. A csipkeverésnél Nagy Vincéné, tatabányai népművészetmestere. Itt indítottam folyamat Kalocsán, és dr. Kornó Etelka nagyon jó ismerősöm, barátnőm volt, és mondta, hogy anyukám, neked itt a helyed, mert te szereted a kézimunkát, és tessék megtanulni, és így kezdődött. Majd egy híjei asszonytól, Baksa Lászlónétól vette át a pingálás tudományát, és ezzel díszítette a tojásokat, majd jött a karcolás. Először ki van furva, kifújva a belseje, megmosva, majd ruhafestékkel lefestem, ha teljesen kiszárad, akkor utána fukszínos, lakos keverékkel lefestem, és a felső rétegben lekaparva, és akkor jön ki a minta. És mikor lekaparom, akkor látszik, hogy alatta milyen színű ruhafestékkel festettem meg. A kalocsai minta örök szépség és nagy a kereslet iránta. Farkasné Terike így a tojásokra is azokat karcolja vagy gravírozza rá.